Jó reggelt kívánok 2022. január 7-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az év első teljes munkahetének a végéhez érkezünk ezen a napon. Köszönjük azt, hogy velünk voltál, köszönjük ezt az új évet, az új lehetőségeket. Urunk, te látod azt, hogy mennyire tudunk jól gazdálkodni azzal, amit ránk bíztál, vagy éppen mennyire vagyunk hűtlenek azon. Köszönjük, amikor sikereket érhetünk el, bocsásd meg azt, amikor eltékozolunk valamit, amit tőled kaptunk, vagy nem jól használjuk. Urunk, te ismered a szívünket, te tudod azt, hogy mennyire tudunk szeretni, vagy éppen gyűrölni. Arra kérünk, hogy az Úr Jézus vérében te tisztíts meg minket, és igéd által te vezess bennünket. Így kérünk, hogy most is te légy velünk. Szent Lélek Isten, kérünk, szólíts meg minket. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Máté írása szerint való evangélium 5. részéből a 43. verstől a 48. verssel bezárólag a következőképpen. Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűröld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszakra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, ez a tökéletesnek lenni már egy párszor volt erről szó, és mindig olyan kellemetlenül érzem magam, amikor erről van szó, mert én sem vagyok tökéletes. Sőt, nem is tudunk teljesen tökéletesek lenni, hogy miért és hogy ez mit jelent valójában, arról majd a végén lesz ennek az állítatnak szó. Jézus megint feje tetejére állítja a törvényértelmezést, és nem csak olyat mond, ami teljesen szokatlan, hanem olyat is tesz, ami teljesen szokatlan. Nem csak szóban képes elmondani, hogy mit kell tennünk, hanem meg is teszi, amikor meghal mindannyiunkért. Az új énekeskönyve 360. a régiben 440. Jel lássuk az Úr keresztjét. Ebben énekeljük azt, hogy micsoda buzgó szerelem meghalni barátaiért, de kegyes fejedelem meghalt ellenségiért. Megmondatod, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez mindannyiunknak megy alapból, ilyenek vagyunk. Azokat szeretjük, akik minket szeretnek. Hasonló a hasonlót szereti, ahogy a latin mondja, és valóban akik szimpatikusak nekünk, azokat könnyű szeretni. Mi van azokkal, akik viszont nem szimpatikusak, sőt, talán éppen ellenségünk, vagy nem tudunk rájuk szeretettel tekinteni, sőt, kifejezetten itt az a szó szerepel, hogy szeresd a gyűlöltet. Az ellenség az, aki iránt gyűlöletet érzek. Azt gondolom, összeegyeztethetetlen, kibékíthetetlen ellentét. Jézus mégis képes volt megtenni. Talán első lépésnek jó az, ha tudok imádkozni azért, aki üldöz engem, azért, aki bánt engem. Szoktál imádkozni azért, aki esetleg bánt, gúnyol vagy csúfol? Vagy csak szidni? Csak rosszat mondani? Miért nem próbálod ki, hogy mi lenne, ha imádkoznál érte? Volt egy olyan valaki, aki nagyon sok rosszat tett ellenem, ellenünk. Először én is szittam magamban, és tudtam, hogy ez nem jó. Akkor elkezdtem imádkozni érte, azzal, hogy dorgáljon meg téged az Úr, mert ettől nagyobb rosszat nem tudok kívánni keresztény emberként, és rá kellett jönnöm, hogy rosszul teszem. Azért kell imádkozzam, hogy megtérjen az az ember, mert csak úgy válik az Isten dicsőségére mindez, ami történik. Tudsz-e imádkozni azért, hogy megtérjen az az ember, akit nem szeretsz, aki bánt vagy éppen sérteget?
imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Állítólag, hogyha valakire haragszom, akkor hajlamos vagyok arra, hogy rosszat is tegyek vele, és minél több rosszat teszek vele, annál jobban haragszom rá. De ez igaz fordítva is. Ha valakivel elkezdek jót tenni, automatikusan elkezdem megszeretni. Nem kell nagy jót tenni, először csak egy kis apróságot. És előbb-utóbb eljut az ember oda szívben, hogy meg tud bocsátani, sőt tud imádkozni a másik emberért, hiszem egyszer oda is el lehet jutni, hogy szeretni tudjuk ellenségeinket. Miért kell mindezt megtennünk? Mert azt a fajta nyitottságot várja tőlünk Isten, hogy úgy tudjunk a másik ember felé közelíteni, hogy készen vagyok beszélni az evangéliumról, készen vagyok azt a szeretetet továbbadni, amit ő vár. Mindig készen állni új esélyt adni, mert Isten előtt bizonyos tekintetben egyformák vagyunk. Jók és rosszak, igazak és gazak ugyanúgy kapnak napsütést és esőt. Ugyanúgy megkapják az általánosságot. Na, a kegyelmet nem, de a napsütést és az esőt igen. Valamikor úgy tűnik, hogy a gonoszok is jól élnek, és mennyire boldogok, és azt látjuk, hogy az igazak pedig esetleg szűkölködnek, nélkülöznek, vagy szomorúak. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy Isten valamit nem jól csinál. Lehet, hogy akkor és ott úgy tűnik, hogy igazunk van, de várjuk csak meg a végkimenetelét a dolgoknak. Azt mondja a végén az Úr Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Az a szó, ami itt szerepel, az szó szerint végére ért, befejezett, teljes, célba ért, érett, nagykorú, tetteiért felelős. Annak idején nekem is azt mondta az édesapám, hogy a felnőtt embert arról lehet megismerni, hogy vállalja a tetteiért a következményeket. Vállalni a tetteimért a következményeket. Ez azt jelenti, hogy igazából felnőtté kellene válnunk, hitbelileg is. Hogy célba érjünk, hogy befejezett, tökéletes, teljes legyen a mi hitünk. Tökéletesek abban az értelemben, ami perfekcionizmus jelent, soha nem leszünk, nem is erre kell törekedni, hanem arra, hogy a kitűzött célt megpróbáljuk elérni. Nem olyan régen láttam a Facebookon egy képet, amit ide is feltettem. Egy olyan, nem tudom, kőszáli kecske vagy zerge, amelyik egyik pontról a másikra ugrik, egy meredek sziklán. Sokféle leírás található hozzá, ebből azt emelném ki, hogy ez a kecske megcélozta előtte a túlsó oldalt, és úgy ugrott el onnan, hogy előtte ő már a túlsó oldalon volt fejben. Fejben dől el. A mai napon imádkozz valakiért, akit nem szeretsz, és célozd meg a túloldalt fejben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te példát adtál nekünk, tettekkel is, és nem csak szavakkal. Add urunk, hogy mi se csak szóval szeressünk, hanem tettekkel és cselekedetekkel. Minél kevésbé bántsunk meg másokat, tudjunk úgy élni, hogy ez legyen másnak is jó. Kérünk, hogy te vigyázz ránk a hétvégében is. Te áld meg pihenésünket és munkálkodásunkat egyaránt. Vigyázz, kérünk, szeretteinkre, mindazokra, akik fontosak neked és nekünk. Urunk, segíts nekünk imádkozni azokért, akiket nem szeretünk. Áld meg a mai napunkat is. Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot, áldott hétvégét mindenkinek.